Sziasztok, Mező Mónika vagyok, és Kerényi Ádám autóversenyző és drift bajnok ül mellettem, a Peakben vagyunk, és aki fel volt iratkozva és látta esetleg, hogy mit küldtem róla e-mailben, nem egy hétköznapi sportoló, nem edzőtermi dologról van szó, vagy nem pedig egy sima sportoló, mert hogy nem akarok hülyeségeket mondani, hogy kérlek, inkább te mondd el, hogy mi a legmagasabb fokozatod vagy címed. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Én 2006 óta versenyzem, és 2006 óta kettő alkalommal sikerült megnyernem a magyar bajnokságot. 2009 óta nem versenyzem már itthon, és 2009 óta kétszer nyertem meg az Európa bajnokságot drift szakágban, ami az autóversenyzésnek egy speciális szakága. Jó, akkor nagyon amatőr kérdéseket feltennék, hogy mindenki rajtam röhögött ma, hogy amikor feltettem ezt a kérdést, hogy mi ez a drift. Azért valamit mondjuk, legalább két mondatot arról, hogy mit csináltok a igen, pályán. A legegyszerűbb úgy lehet megérteni a nézőkkel, amikor kilincsel erről autózik az ember, ez egy nagyon egyszerű kifejezés, gyakorlatilag ez hátsókerekes autóval űzik ezt a sportágat, és az autó egy folyamatos túlkormányzottságban van, ez meg egy picit szakmai megfogalmazás a dolognak. A túlkormányzottság azt jelenti, amikor az ember megy az autójával a téren, és behúzza a kéziféket menet közben, és elkezd az autó pörögni, az egyfajta túlkormányzottságot jelent. Tehát mi ezt aszfaltos zárt pályán műveljük ezt a sportágot, ez fontos, mert nem szeretem, hogy koszos az autó, vagy én koszos vagyok, tehát azért is választottam ezt a sportágot, mint valamival szemben. Tehát egy zárt pályán, aszfalt pályán megyünk, és az autó folyamatosan túlkormányzásban van, az a hátulja kitörik oldalra, és óriási nagy füstöt generálva megyünk végig a pályán, ez egy nagyon igényes sport. Abszolút, és ki az, aki nyer így a végén? Tehát ki a legjobb versenyző, ez hogyan? Ennek is nagyon pontos szabályai vannak, ugyanúgy, mint egy műugrásnak, vagy mint egy műkorcsolyának. Gyakorlatilag a versenypályán a különböző szakaszaira kiraknak úgynevezett érintési pontokat, ezeket óriási nagy, általában szponzorzászlókkal jelölik meg, ami azt jelenti, hogy az autó elejével, vagy az autó hátuljával kell ehhez a ponthoz nagyon közel menni. Ami elsőre nem tűnik olyan nehéznek, viszont amikor 120-130-ra megyünk keresztbe, csúszik is az autó, üvölt a motor, és akkor 120-ra el kell menni mondjuk 10 centire egy bójához közel, az mondjuk azért nem olyan nagyon egyszerű, és akkor így a kvalifikáció alatt még megnehezítik a dolgunkat azzal is, hogy egy műholdas eszközt beépítenek az autónkba. Ez a műholdas eszköz, ez real-time-ban, valós idejében a bírók laptopjára vetíti az autónak az adatait. Ebből ők látják, hogy mennyivel megyünk, mekkora az elfordulás szöge, szemmel ugye látják, hogy milyen közben mentünk el a bójához, tehát nagyon-nagyon igen, pontosan ezt meg tudják nézni, és ez alapján az induló közül kialakul egy sorrend. Uh-huh. Ezt 32-nél levágják, tehát hogy 50 induló van, akkor 18 ember a sajnos csomagolva szombaton is mehet haza, és akkor csak a legjobb 32 megy tovább a vasárnapi versenyre, és itt pedig egy ilyen kieséses top 32-es táblát rajzolnak föl. Ez azt jelenti, hogy az első megy a 32-kel, a második a 31-kel, stb. Egy ilyen páros csata alakul ki, akkor már ketten vagyunk a pályán. Megyek egy kört előmenőként, felvezetőként, majd pedig egy követő támadóként. Ennek is megvan a pontos leírás, hogy mit kell csinálni, gyakorlatilag egymásra kell autózni, legalább olyan jó tempóban, legalább olyan jó szögben, legalább ugyanolyan pontosan. Ugye ez még nehezebb, mert a bójához ugyanolyan közel kell menni, viszont van előttem egy autó, ami okádja a füstöt, és nem látok semmit az autóban. Értem. Tehát ez még nehezebb, és akkor kialakul a 16-os, 8-as, 4-es, és a végén a szuper döntő, vagy hát a döntő, és így lesz meg egy nyertes a végén. Na most mondtad, hogy most már csak külföldön versenyzel? Már itthon nem láthatunk téged? A magyar bajnokságban én már nem versenyzem. Most az idei év az relatív különleges év lesz, mert egyrészt áprilisban az egyik szponzorom kérésére tartottam egy bemutatót, vagy részt vettem a magyar bajnokság szezonnyitóján, nem mint versenyző, de ott láthatott a közönség, illetve az a sorozat, amiben én versenyzem, ez az Európa bajnoki sorozat, az egyszer el fog látogatni egy hegyi versenyre, lesz egy magyarországi hegyi verseny, illetve lesz egy magyarországi profi futam, tehát két alkalommal fogok Magyarországon versenyezni idén, de az Európa bajnokság keretein belül. Na, akkor most lemennék egy kicsit hétköznapi ember szintre. Tehát mondjuk a holnap el akarnám kezdeni ezt a sportot, vagy ki akarom próbálni, vagy meg akarom tanulni, akkor mit kell csinálnom? Az idei év ebben is egy picit más. Régebben én oktattam driftet, aztán se időm nem engedte, se az apparátus nem volt adott hozzá. Most elkezdtem egy együttműködést egy partner céggel, a Hoiter cég, és most már ezeket a neveket? A driftiskola.hu-val elkezdtem egy együttműködést,
és most már van külön olyan kurzusok, amit a Kerényi Ádám tart. Na. Nyilván ez egy emelt szintű egynapos képzés, ahol az én instrukcióim alapján tud a versenyző vagy a résztvevő tanulni. Csak vele foglalkozom, tehát egy napig egy oktató, egy diák. Biztosítjuk az autót, a gumit, a benzint, a helyszínt, a biztonsági körülményeket, tehát minden adott ahhoz, hogy az ember odajön a civil kis ruhájában, és nap végére legalább jó esetben egy alapot el tud sajátítani, és erre van lehetőség most meg Magyarországon is. Mondd el meg egyszer, liftiskola.hu? Az a liftiskola.hu, igen. Ez tök jó. Lehet tudni árakat? Csak mi nagyjából nem kell konkrétumot mondani, de... Van konkrét ára is. A Kerényi Ádám most egynapos kurzusnak az ára 180 ezer forint, és ahogy említettem, ebben minden benne van, tehát az autó használat, a benzin használat, a gumi használat, a pályabérlés, a személyzet, ugye ki kell rakni azért a bójákkal a pályát, az autó karbantartása, a kerékcseréje, étel és italfogyasztás. Ez egy ilyen komplet napi program. És akkor egy napig csak gyakoroltok? Ez így néz ki? Gyakorlatilag elkezdjük az alapoknál, most nyilván az alap az, amikor az ember lerak egy pár bóját, és elkezdünk körülötte megpróbálni pörögni autóval, ugye ez a legegyszerűbb gyakorlat, hogy egyáltalán az ember, igen, az ember egyáltalán ráérezzen arra, hogy milyen az, amikor csúszik, és akkor ezt lehet folyamatosan emelni. Most azt, hogy nap végére milyen szintig jutunk, az nyilván függ a diáktól is, az autó egyébként képes arra, hogy azért egy megfelelő élményfaktort nyújtson, tehát délután el lehet jutni odáig, hogy mondjuk egy ilyen 70-es, 80-as tempóval az ember keresztbe haladjon és égesse a gumit az autó alatt. Ha valaki tovább menne, akkor ennek a folytatása az, hogy még egy napot vásárol, vagy valami tréning van? Ez nehéz kérdés, igen. Nyilván lehet emelt szintű kurzusokra is beiratkozni. Magyarországon szerencsére jutottunk odáig, hogy van valamennyi utánpótlás képzés olyan tekintetben, hogy elég sok lehetőség van edzeni. Sajnos ez egyébként Budapest-centrikus, tehát Budapest környékén van olyan lehetőség, ahol viszonylag megengedhető áron tudnak az emberek edzeni. A következő lépés az, hogy el kell határozni az embernek, hogy vagy bérelgeti ezeket az autókat a versenyekre, és akkor ezekkel gyakorol, vagy az edzéseken, vagy pedig elkezd magának építeni egy autót. Azért egy belépő szintű autót, amivel az ember azt mondja, hogy igen, ezt már driftnek lehet nevezni, tehát hogy olyan formájában kívülről, azért azt gondolom, hogy egy ilyen másfél-két millió forintért már lehet olyan autót építeni, vagy venni, amivel el lehet kezdeni egy amatőr szinten játszani, és ezt mondjuk egy sportággá verni egy idő után. De abban nem járhatok az utcán. Igen? Vannak olyan street legal autók, tehát amik mondjuk megfelelnek, bár mondjuk a magyar közlekedés felügyelet nem vagyok teljes mértékben tisztában a szabályaival, de azért vannak olyan autók, amik alkalmasak utcai használatra is és driftre is, nyilván egyikbe se jó, tehát utcán nem lesz elég kényelmes, driftre pedig nem lesz egy elég extrém autó. Egyébként én magam is, amikor elkezdtem ugye 2002-2003-ban, akkor évekig jártam egy street legal drift autóval, ami az is volt érdekes, mert akkor egy bankba dolgoztam öltönybe, és akkor egy ilyen nyitott kipufogós, agyon tuningolt, kagylőléses BMW-vel járkáltam be öltönybe a bankba, ott elég érdekesen néztek rám a kollégák, de hát remélem most is érdekesen néznek, hogy azért hová jutottam viszont. Fú, de jó, ez tök magány. Igen, ez furcsa volt. Akkor utána rendben nem tudtam hova tenni, amikor a Hősök terén mondjuk elfordultam egy kanyart megállított, és egy öltönyös ember kiszállt az autóval, akkor így nem annyira elkészült. Tehát akkor nálad a karriered az így indult, hogy építettél magadnak egy autót? Én nem építettem, én általában gondolatba építek, és szerencsére van a Tomi Workshop cég, Besnyi Tamás, aki mindig megépíti azt, amit én kigondolok. Én eléggé amatőr módon, hétvezető módon megfogalmazom, hogy mit szeretnék, és ő pedig ezt át tudja fordítani a technika nyelvére. Én kiskorom óta motoroztam, 5 éves koromban apukám ráültetett egy motorra, onnantól folyamatosan nőttek a motorok alattam, úgyhogy már ilyen 17-18 éves koromban ilyen 110-120 lóerős motorokra mentem, ami azért akkoriban nagy szám volt. És ahogy idősebb lettem, kezdtem fölfogni, hogy azért ez ugyanakkor veszélyes is tud lenni. Tehát nagyon sok olyan dolgot húztam meg, ami nem sokon múlott, és akkor a motort azt elkezdtem inkább háttérbe szorítani, és szerettem volna egy valamivel biztonságosabb dolgot, ami viszont ugyanilyen adrenalin löketet tud adni. Igen, és itt már bele is kaptál a következő témában, mert megkérdeztem volna, hogy egyébként üközben mit érzel? Igen, most szerencsére Ausztriában azért voltak megint olyan körök így 4-5 hónap kihagyás után, amikor kiszállok az autóból és az adrenalin ennek a kezem, ami mondjuk motorozás közben elég könnyen el lehet érni, mert tényleg ott olyan veszélynek van az ember kitéve, meg olyan extrém hatásoknak, ami azért könnyen fölviszi az adrenalint. Igazság szerint
az autóm az közel 700 lóerős, és most már ezt használom 2 éve, és már úgy vagyok vele, hogy amikor a 700 lóerőt is kiautózom belőle, akkor már úgy vagyok vele, hogy hát nem megszoktam. Aha. Tehát már nem ad olyan sokkot, ennek ellenére azért, amikor egy jó kört megyek, amikor látom, hogy a közönség élvezi, látom, hogy nagyon kiadja, látom, hogy nagyon közel mentem el mondjuk egy gumifal mellett, akkor azért fölmegy nekem is a pulzusom, és azt mondom, hogy igen, na ez jó volt, és akkor azt nagyon élvezem. Uh-huh. És utána a motorozás, és az autókázás, és az a banki életed után, utána még volt a következő lökés, ami fölvegyett a pályára. Úgyhogy az egy, oda? Igen, hát gyakorlatilag 2006-ban úgy szerveződött meg az első magyar drift verseny Kecskeméten, hogy azok az emberek, akik addig mindenféle amatőr rallikon meg slalom versenyeken ilyen hátsókerekes autókkal keresztül mentek, és nem pedig az időt nézték, összegyűltünk egy sörözőben, ilyen internetes fórumon keresztül megszerveződött ez a dolog, beleadott mindenki egy kis pénzt egy közös kasszába, és megszerveztük magunknak az első drift versenyt, ami egyébként hát azóta ugye kinőtte magát, tehát most már van rendes szakosztály Magyarországon, meg profi, meg másodosztály, a street legal kategória, tehát azért most már Magyarországon is ez szépen fejlődik, és hát Európában is ugye ezek a bajnokságok folyamatosan fejlődtek. Én 2007-ben indultam először ilyen Európa bajnoki futamon, tehát ez egy egyszeri alkalom volt, majd 2008-ban is 2 futamon tudtam elindulni, és 2009-ben már végigversenyeztem az egész Európa bajnoki sorozatot, és akkor meg is nyertem. Uh-huh. Tehát én is úgy évről évre fejlődtem a sportággal együtt. Uh-huh. Most mondod, hogy már Magyarországon is van nagyon sok szakosztály, nagyon sok mindenféle egyesület is talán. Sportegyesület, igen. Igen? Hát akkor sokan vagytok. Most itt azért nyilván akkor már ezekben a közösségekben van valamilyen közös tanterv, vagy felkészülési módszer. Hogyan gyakoroltok ezekre a versenyekre? Vagy én évek óta nem edzem, tehát én azt hiszem talán 2009 márciusában voltam utoljára edzeni, pusztán azért, mert ugyanolyan drága működtem az autót edzés körülmények között, a versenykörülmények között, tehát erre nem nagyon költünk. Egyébként hát Magyarországon, ahogy említettem, elég sok edzés lehetőség van, oda ki tudnak járni a magyar versenyzők, tudnak gyakorolni. De az edzés az mindig az, hogy beülök az autóba és megyek? Képzés nincsen, tehát saját magadat tudod edzeni, hogyha kellőképpen odafigyelsz rá, akkor a saját hibáidat tudod korrigálni, illetve javítani. Azért azt el kell mondanom, hogy Magyarországon elég sok olyan versenyző van, aki sajnos magát sem tekinti feltétlenül versenyzőnek, és inkább még mindig az élményfaktort tartja igen szem előtt, ahelyett, hogy driftre, mint sportágra nézne, és a driftet, mint sportágra tűzni. Tehát ez már az én személyes véleményem, én neki úgy megy keresztbe, hogy akkor egy persze, ez jó, amit mondasz, és a külföldön mi a tapasztalatot? Ugyanaz a hozzáállás van, vagy van egy profi szint? Mert a többi sportban tudom, hogy van ez, hogy már jobban rákészül a fejben, már még... Ez az óriási nagy különbség, igen, az Európa bajnokság, meg a magyar bajnokság között, hogy az ottani versenyzők, azok saját magukra is versenyzőként tekintenek, a csapatokat versenycsapatnak tekintik, és ezt a driftet, ezt pedig szakágnak, sportágnak tekintik. Ennek megfelelően viselkednek, ennek megfelelően állnak hozzá a versenyzéshez, ahogy te is mondtad, mentálisan és pszichésen is, fizikailag is mindenben, tehát ők is ezt egy... Ha nem veszünk magunkat elég komolyan, akkor más miért vegyen minket komolyan. Abszolút. Én ezt láttam egy picit Magyarországon hibának. Ez a gond akkor. Igen, hogy a magyar bajnokság is azért áll azon a szinten, ahol áll, mert a versenyzők nagy része sem veszi magát elég komolyan, illetve nem veszi magát sem versenyzőnek, vagy nem tekinti magát versenyzőnek, és nem tekinti szakágnak ezt a sportágat. Nem elég profik. Így is lehet fogalmazni, a profizmus az nagyon sokból áll, tehát én sem mondom azt magamról, hogy én de tehetségesen drifter, nagyon sok minden kell ahhoz, hogy ideig eljusson az ember. Nyilván jól vezetek, meg van hozzá affinitásom, meg együtt vagyok az autóval, de az, amit köré tudok építeni még, attól tartok ott, ahol tartok, és azért sikerült ezeket a címeket megnyernem, mert egy komplet egész rendszert tudok működtetni. Tehát engedsz egy kis betekintést ebben, mert engem ez érdekel nagyon, vagy nem tudom, remélem, hogy titeket is ez érdekel, hogy tehát itt a profizmus az miből áll a te szemléletedben, mert tényleg csak a többi sportból tudok átemelni példákat, mert hogy jobban odafigyelek magamra, rákoncentrálok, többet gyakorlok, fejben is ott vagyok, tehát itt nagyon, nagyon komplex dolgokról van szó, tehát hogyan tudsz még jobban rákészülni egy ilyen versenyre, mert itt kell nagyon ott lenned. Igen, a profizmusról eltekintve
ez a sportág, meg általában az autózás az nem fizikai felkészültséget jelent feltétlenül. Nyilván mondjuk a Forma 1 olyan álló képességben, neki kell futni, mert most szegényeket nagyon fogyasztják, egy kórházba is került, mert ugye az autó súlyát nem tudták csökkenteni, csökkentik a versenyző súlyát, nálunk ilyen nincsen, de például azért olyan mentális terhelést kap az ember, ne felejtsük el, hogy reggel 8-kor ott vagyunk a pályán, és este 6-ig mondjuk versenyzünk, azaz ott folyamatosan ilyen úgynevezett kihívásokat találjuk magunkat szembe, akár a kvalifikációs kihívással, akár az ellenfelek, ugye ezekkel a páros csatákkal, ami azért mentálisan megterhelje az ember, illetve ez egy nyári sport, tehát az autónban ilyen 65-70 fokokat simán szoktunk mérni, plusz rajta van a tűzálló ruha, plusz a beöltöző, plusz a kosisak, tehát mondjuk ezt is el kell tudni mentálisan fogadni, illetve felül kell emelkedni rajta, hogy most valami melegen van, nagyon szomjas vagyok, az autó, a kaszni, az okádja a meleget, és ennek ellenére 100%-ot kell nyújtanom. Ez nyilván idővel az emberben talán egyre könnyebb. Én ugye nagyon régóta versenyzem, talán benne van a legtöbb versenykilométer, így Magyarországon biztosan, de az európai élmezőnyben is benne vagyok, ha az időt nézzük, hogy mennyi időt töltök az autómban. És hát évről évre azért ez folyamatosan javul. Ezekre a körülményekre kell felkészülnöd. Mentálisan mindenképpen, igen. Hát ebben igazad van, hogy erre azt hiszem tényleg csak úgy lehet, hogyha nagyon sokat versenyzel. Ezt nem lehet gyakorolni, tehát az, hogy az ember üldögél a szaunába, az nem ugyanaz, mint amikor a rajt előkészítőbe állok, és akkor olyanokra nem is beszélek, hogy mondjuk már beállítanak minket a rajtba, ott van mellettem az ellenfelem, be van melegítve a gumin, be van melegítve az autó, ben vagyok egyesbe, és mondjuk akkor kiterítik, hogy az egyik fotós átment a pályán, fölrúgott egy pályaelemet, stb. Akkor minden leáll, bemegy a pályakarban tartó rendben rakja a dolgokat, és akkor mondjuk, amikor mentálisan már ilyen feszült vagy, hogy rajtolnál, akkor még egy 3 perces szünet. Ezeket nyilván a kezdő versenyzők még nehezebben élik meg. Én is emlékszem, amikor 8-10 évvel ezelőtt remegett a lábam a kuplungban, amikor sebességbe tartottam az autót a rajtnál, most már ilyenek nyilván nincsenek. Ez egy út, amit be kell járni, igen, és akkor előbb-utóbb eljut az ember erre. Na, ez tök jó, de ilyen egyre jó, akkor nyilván picit menjünk arra rá, hogy mondtad te is ezt a súlykontrollt a formai versenyzőknél, nálatok gondolom azért valamilyen szinten van, mert te sem lehet egy ilyen nagyon... Alapvetően jól hangzom, azt mondom, hogy van, mert akkor sokkal profinnak tűnne. Igazság szerint nincsen. Tehát most az, hogyha én fölszedek 5 kilót, az autómnak a mozgását azt olyan nagyban nem fogja befolyásolni, mert 5 kiló ide vagy oda, az nem azt nem szoroz nálunk. Nyilván Forma 1-ban van mondjuk sok 100 000 eurót költenek el, akár egy 10 másodpercért is, ott igenis azt mondják a versenyzőknek, hogy mi már pedig te fogjál le. A másik oldalon nyilván sokkal jobban érzem magam a bőrömben, hogyha azért egészséges vagyok, mozgok egy kicsit, levegőn vagyok, van egy valamennyi állóképességem, stb. Hát nyilván az ember nem szeretne elhízni, mert meleg és csinálom egyébként is. Most mondtad a beszélgetésünk előtt, hogy a szponzoraid ezek nem igazán könnyen támogatnak egy ilyen sportot, mert hogy nem tekinthető kifejezetten egészségesnek, vagy egészséges életmódnak, de azért ebben valami lehet, hogy mégiscsak az, mert biztos vagy benne, hogy ez csak fitten tart téged. A legfittebben azt tart, hogy általában több 100 kiló cuccot kell elpakolni a versenyek előtt, alatt, meg után, tehát amikor felkészülünk, akkor azért több köbméternyi cuccot viszünk magunkkal. Ezt bepakolni, utána kipakolni, fölállítani az egészet, utána leszedni, visszapakolni, majd még itthon is, ugye, amikor hazaérünk egy 1000-2500 kilométeres út után, akkor még másnap pakolni, tehát ez nyilván fitten tartja az ember. Még az jövésmenés, ez nem a tévénézés kanapén, ez nagyon nem. Nem, nyilván nem. Tehát azért ez csak egy hivatottsággal lehet csinálni, meg egy olyan szívvel, lélekkel, ami mondjuk meg se kérdélezi azt, hogy ezt menjünk, vagy nem menjünk, hanem nincsen kérdés, hogy nem menjünk, menni kell, és csináljuk. Hát aki nem tudja, hogy mit csináljon, tehát nagyon sok olyan sportoló is van, aki kicsit tengeleng, vagy nem tudja, hogy mit kezdje magán, még esetleg ez a sport is egy jó választás lenne, csak igaz, hogy kicsit költségesebb. Igen, és visszatérve a szponzorok, hogy mit kér. Igen, tehát a tapasztalatom az, hogy az autósportot azért nem annyira szívesen támogatják a cégek, sokkal könnyebb olyan dolog mögé állítani, főleg egy nagy céget, ami mondjuk egy tömegsport, vagy egy egészséges életet helyez előtérbe. Ezért is van az, hogy én sokkal jobban szeretek olyan cégeket megkeresni, akik szakmai támogatók, tehát akik tudják, hogy az autósport miről szól, a termékeiket e köré építik, mert őket sokkal könnyebb meggyőzni, sokkal szívesebben részt vesznek egy ilyen csapatnak az életében, a mindennapjaiban, mint mondjuk egy olyan cég, akinek fogalma sincsen, csak mondjuk átutalja a pénzt, és a területet megveszi az autó.
Tehát az ilyen cégek a mindenféle autós? Az autóipar köré épülő cégek, ez legyen akár az autó alkatrész, legyen akár versenyfelszerelés, legyen akár biztonsági felszerelés, mert az eljutottunk oda, igen, tavaly körül pont ugyanazon a futamon, ahol most hétvégén indultam, és sikerült nyernem, ami óriási elégtétel volt, mert életem legnagyobb törését azt ugyanezen a pályán egy évvel ezelőtt szenvedtem el. Gyakorlatilag, hogy mondtam, hogy nem olyan gyors ez a drift, mert 120-130-140 nem megyünk maximum, de pont egy nagyon szerencsétlen helyen hagytam el a pályát, pont a kavicságyba úgy esett be az autó, hogy nem fogta meg, és egy olyan 70-nel mentem neki a falnak, ami egy Forma 1-hez képest megint csak nem sok, viszont a biztonsági felszerelésünk se olyanok, tehát azért nem volt olyan nagyon jó érzés, hogy kiszállt az autóból, és egyre fontosabb az, hogy milyen ruha van rajtunk, milyen bukósisak van rajtunk, milyen biztonsági öv van rajtunk, és idén úgy néz ki, hogy most az egyik cégtől kapok egy ilyen Hanst is, az a nyakverevítő, amit a Forma 1-esek is használnak, mert egyébként pont a törés után két hétig úgy fejt a nyakam, hogy nem bírtam a fejemet mozgatni. És az magyar cég? Nem, ez is egy külföld, egy amerikai cég, akinek az európai képviselőjével vagyok kapcsolatban. Azért Magyarországon is vannak ilyen jó, biztos jó bennet, tehát Magyarországon is vannak jó autós cégek, akik vagy az autóversenyzéses kapcsolatú cégek, akik azért tudnának vele dolgozni. Hát nekem nincsen sajnos magyar támogatom, tehát nekem egyetlen magyar cég nincsen a sok megkeresés ellenére, tehát dolgozunk ezen, meg nyilván minden évben a téli szezon azzal telik egyrészt, hogy az autó az fel legyen készítve a következő szezonra, akár újításokkal, akár pedig a meglévő technikok karbantartásával, illetve a költségvetést azt össze kell hozni valahogy, tehát folyamatosan támogatókat keresünk. Magyarországról nincsen egyetlen támogatom se, és nem is nagyon volt. Az egyik cég, a Motul, az olajforgalmazó cég, ott fele-felébe megvan osztva a támogatás, és egyébként a magyar cégen keresztül jutottam el a francia céghez, ő is egy szakmai befektető, tehát mondjuk nekik nem kellett magyaráznom azt, hogy ez miről szól ez a dolog. De mondjuk egy olyan, hogy a MOL például millió egyszer bemegy oda az anyagom, valamikor van egy kis hátszél is, soha még csak meg se kérdezték, hogy 200 000 forint az mondjuk segítene nekem, vagy nem, vagy mondjuk az egyik gázolaj költségemet feleznie mondjuk Angliába, és hogy annyival beszállnának, ide is jutottunk el, ami szerintem egyébként mondjuk valahol szomorú, mert mégiscsak azért ebben a sportágban magyarként én értem el azt, hogy mondjuk 8 különböző európai országban versenyzem állandó jelleggel. Tehát ez így. Igen, ez egy. Ez nem olyan jó visszajelzés azért Magyarországon. Nem, ez nem, igen. Amikor mondod azt, hogy ilyen-olyan ide-oda megyünk, mindig többen számban beszélsz, tehát hogy kérsz elképzelni, hogy te vagy egyedülálló versenyző, és akkor van egy csapatod, aki körülötted tevékenykedik? Igen, van egy 4 fős csapat, velem együtt 4 fős csapat, tehát ez sem olyan nagy, amit mondjuk el kéne képzelni, hogy 10-12 fővel járunk. Viszont rendkívüli módon összeszokott csapat vagyunk, tehát az a 4 fő az mindig tudja, hogy mi a dolga, a félszavakból is értjük egymást, pontosan rutinszerűen csinálják már a mozdulatokat, ismerik az autónak minden egyes centiméterét, az a csapat egyik tagja az fontosan írja a hőmérsékleteket, gumifogyás, aszfalt hőmérsékletet, esőt, tehát vannak ilyen feljegyzései, tehát mindenkinek megvan az a szerepe, amit szeretne csinálni, és mindenki tudja, hogy mi a feladata, tehát nagyon jól összeszokott, 4 fős csapat vagyunk. Hát most akkor gyakorlatilag önmagadat támogatod, vagy támogatjátok, vagy abban a néhány szponzorral, ami van, de azok mind külföldiek? Igen. Igen, tehát azért aki el akar ebbe kezdeni ebbe az autósportban versenyezni, azért azt muszáj elmondani, hogy még én sem jutottam el arra a szintre, hogy ezt nullával kihozzam. Nyilván ez mondjuk a driftnek van egy ilyen kicsit mostohább kezelése, mert hogy ezt nem tekintik az autósportnak olyan magas szintű fokának, hogy ebbe érdemes legyen belevágni. Holott azért tényleg, hogyha az ember eljön egy Európa-bajnoki futamra, ott mondjuk ilyen WTCC szintű autókat, illetve felkészültséget láthat. Tehát, azért az elég attraktív és magával rakodó, ami mondjuk egy ilyen európai futamon ott felvonul. Aha, ott gondolom elég nagy füstfelhő van körülöttetek. Igen, és ez, aha. Igen, így. Aha. Nagyon látványos is. És egyébként, ami még a másik a sportág mellett szól, hogy én is többször voltam kint Forma 1-en, voltam kint MotoGP-n, voltam kint WTCC-n. Az emberek leülnek a lelátóra,
és az autó elmegy előttük rendkívül nagy tempóval. Megmondom őszintén, hogy a 12. körben én már sem tudom, hogy ki az első, ki a harmadik, hogy ki van lekörözésben. És ehhez képest egy drift versenyt úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen stadion jellegű helyen zajlik, mivel a pálya, még hogyha nagy versenypálya vagyunk, és akár a Hungaroringen versenyzünk, akkor annak egy kisebb szakaszára korlátozik ez az egész. Tehát ilyen 2-3, maximum 4 kanyarból áll egy verseny. Aha. Azért is egyébként a gumik azok 2, maximum 3 kört írnak ki még egy ilyen rövid szakaszon is, tehát rendkívül sok gumi folyt. Aha. Tehát a néző a versenyt a legelejétől a legvégéig nyomon tudja követni. Aha. Ez baromi nagy előnye bármilyen más autósporttal szemben, mert rallyra is kimegy az ember, nagyon jó, hogy egy 100 millió forintos VRC elmegy ott mondjuk előtte, csak éppen látom másfél másodpercig, és egyébként se előtte, se utána, mondjuk nem jön olyan. Tehát ezzel szemben a drift az tényleg egy nagyon, nagyon vonzó autósport lenne. Remélem, hogy azért, azt látom, hogy évről évre népszerűbb, remélem, hogy azért el fogunk jutni arra szintre, hogy ezt valóban elfogadják egy magas szintű autóversenyzésnek. Hát igen, a te munkád az biztos, hogy ebben segít, meg az, hogy most erről megint beszélünk, és ezek tök jó dolgok, de esetleg az a közösség, amit emlegetsz, hogy azért mondod, hogy sokan vannak, ez lehet, hogy erősíteni kell majd egy picit. Igen, a másik pedig az, hogy mivel a sportág is fiatal, tehát az ember belegondol, hogy 2006-ban volt először Magyarországon drift verseny, Európában is 2004-2005-ben voltak először ilyen versenyek, és egy teljesen más generáció szereti a driftet. Tehát amikor megkérdezel egy 45-50 éves ember, az jó esélye nem fogja tudni, hogy mi biztos az. Viszont elmész egy középiskolába, ott meg rá fognak nézni, miért kérdezed magától értetődő, hogy ismerem. Viszont ez a generáció ugye 14-16-17 éves gyerekek, nyilván ők nem jutottak el abba a pozícióba, hogy mondjuk a rally helyett például majd cégvezetőként 10 év múlva ezt a sportágat támogassák. Nyilván azért most már az idézőjelben középkorúak, tehát a 30-40 éves emberek körében is kezd azért egyre népszerűbb lenni, de abszolút látszik, hogy a sportág is fiatal, és a rajongótábora is azért fiatal, illetve Magyarországon azért a drift nem annyira népszerű, mint például körülöttünk lévő más országokban. Tehát Magyarországon még egy ilyen extra hátránya is van, hogy mondjuk tőlünk akár nyugatabbra, keletebbre, ott a drift az sokkal elismertebb, mint itt Magyarországon. Mondtam, ezeknek a háttérokai biztos, hogy van, hogy te tudod majd kiderítani, nem tudom. Az, hogy mi se tudjuk még, aha, az is egyébként jellemző, hogy meg ha már őszintén beszélgetünk, a magyar emberek nem annyira lelkesek. Tehát nekem nem tudom azt mondani, hogy rajongom, hanem több olyan követőm van, vagy akik mondjuk szeretik az én versenyzésemet, aha, külföldön, mint magyarok. Egy magyar versenyen például a közönség sem olyan lelkes, mint egy külföldi versenyen. Tehát még egy Franciaország, vagy pedig a francia emberek nem olyan nagyon kedvesek, meg közvetlenek, de még ők is sokkal jobban tapsolnak, és sokkal jobban örvendeznek egy versenyen, mint egy magyar futamon a nézők. És a másik, amit pedig a serbőrömön is tapasztalok, és egyébként sajnos millió egy sportolót lehetne említeni, akár például a Kokót, vagy aha, akár például a Talmácsi Gábort, vagy hát nem tudom, a Norvia Mihály Sznor, meddig fog tudni a élmezőnybe versenyezni, hogy Magyarországon mindaddig, amíg nyer az ember, addig nagyon-nagyon szeretik, és beszélnek róla. Vagy például itt van Miklós Elit, aki most mondjuk a téli olimpián ugye nagyon jó kiemelkedő eredményt ért el, előtte senki nem foglalkozott egyébként vele, pedig akkor is ugyanúgy tudott síelni. És ahogy az ember elkezd második, harmadik, negyedik lenni, vagy nem Isten hatodik, vagy hetedik, akkor onnantól kezdve Magyarországon már az nem téma, nem hír, nem kiemelkedő teljesítmény, pedig azért legyünk őszinték, egy akármilyen versenyben, ami a európai élmezőnyéhez tartozik, egy ötödik, hatodik hely is nagyon szép. És mi is azt érezzük a bőrünkön, hogyha mondjuk ötödiknek végzünk egy versenyen, akkor úgy jövünk haza, az 50 versenyzőből végzünk ötödik helyen, mint egy vert sereg nagyjából. Mert az a visszajelzés az országon belülről, hogy valahogy ilyenek a magyar emberek, hogy a győztest azt a vállukra emelik, és óriási nagy, és ő a nemzeti hős, és például itt van ugye a Talma is, meg a Kokó is, és mind a kettő ugyanolyan jó a motoros, meg ugyanolyan jó a boxoló, és valahogy mégis utána rögtön a magyar nép az kihátrál mögülük. Tehát, de legyünk őszintén. De már, olyan rossz ez hallani. De hát ez volt, tehát hogy ez van. Tehát attól ugyanára ismert sportolónak kell lennie, és ha ötödik helyen ér be valaki, hát csinálja valaki utána, vagy csinálja valaki azután, aki ötödik. Tehát aha. Ez megint csak egy ilyen plusz adalék ahhoz, hogy Magyarország ilyen. Esetleg még az lett a probléma, hogy manapság a sportolók, vagy te is esetleg csak a tévében tud szerepelni, meg fogsz is, mondtál valamit, megjelenésed lesz a tévében. Igen, szerencsére a sportklubban ott most ez az Európa-bajnoki sorozatot ezt fogják adni mindig összefoglalóként.
és ennek a műsornak leszek én az állandó szakértője. Úgyhogy ez azt gondolom, hogy ezért valami áttörést fog valami mindenképpen hozni. De az tény, hogy hát igen, Magyarországon a média az hozza meg ugye az ismertséget, és hát nagyon kevés ember tud bekerülni abba az igazi nagy lefedettségű médiában, mondjuk valódi áttörést hozhat. A drift az minden nagyon fér ebbe bele egyébként. Pedig úgy nagyon magány, olyan magányok is szeretik. Azt nem tudom, mennyire szeretik, a fiúk biztos, hogy szeretik, tehát az nem kérdés, hogy tényleg azért vannak igazi fanatikus rajongók. Az egyik legmegdöbbentőbb eset az most történt velem az autókiállításon. Az egyik srác, aki szereti a versenyzést, mert az magára tetováltatta az aláírásomat. Odajött hozzám, mondta, hogy írjam alá a kezét, mondta, hogy ő elmegy akkor tetováltatni, és magára tetováltatja, én akkor mondtam, hogy mi józan, hogy ki előtte, vagy nem tudom mit szív, de akkor azt hagyja abba, de mondta, hogy nem, teljesen józan átgondolta, és hát ezek például azért nagyon megerősítik az emberben azt, hogy akkor ezt folytatni kell, pláne, hogyha Magyarországon kapom ezt vissza. Ugye van a mondás, hogy az ember nem lehet proféta a saját hazájában, ez nem is nagyon-nagyon igaz. Most kezd egy picit talán megfordulni az utóbbi egy évben, hogy Magyarországon sem ismerik azt a versenyzést, amit mi csinálunk a csapattal, amit az eredményt, amit elérünk, de külföldről régen azért sokkal több pozitív visszajelzést kaptam, mint itthonról. Uh-huh. Megpróbálok én egy kicsit. De én nem a tévében tudok neked segíteni, hanem az online-ban. Az is tök jó, de ott is nem tudom, hogy megnézem esetleg, hogy online mit csináltok, mert azt láttam, hogy nagyon sok online felületed van, ugye van Facebook, meg... Hát a Facebookon oldal. Van meg a weboldalom, az gyakorlatilag egy statikus oldal, tehát ezt egy kvázi névjegykártyaként kezeljük, az egy bemutatkozás, és a Facebookon vannak fenn az aktualitások, illetve a hírek és a napi szintű frissítés az ott történik. És akkor raksz videókat is. Videókat is, igen, rakok föl belső-külső felvételeket, fényképeket, információkat, megjelenéseket, hol lehet majd velünk találkozni, stb. Tehát ott vannak ezek a hírek. Ez így nagyon egyben van pedig, tehát ezt is csinálod, ez itt teljesen oké. Tehát nem lehet azt mondani, hogy el vagy tűnve, mert nem. Igen, de mondjuk jellemző szám az, hogy az oldalamon 10 000 rajongó, vagy nem tudom, minden, a Facebookon ezt követő van, és abból 1200 csak magyar, azt hiszem, tehát a 8800 az külföldről van. Ez is egy a megdöbbentő szám azért, ami azt gondolom, hogy... És külföldön hogy ismernek meg ott? Hogy jutnak el hozzá az emberek? Tehát a versenyeken, tehát mondjuk most például ott vagyok, igen, Ausztriában, és akkor... És akkor megy az online felületre, és megkeres? Igen, igen. Tehát azért az a közönség, aki látogatja ezeket a versenyeket, azért manapság a 20, 25, 30, 35, 40-es embereknek a hétköznapi is benne van az internet használat, mert az okostelefon, tehát mondom, mindenkinek van, igen, mindenkinek ez van, úgyhogy gyakorlatilag az napi szinten mérhető a Facebook oldalon statisztikáján, hogy Ausztriába elmegyek, akkor például most nagyon sok német, osztrák és szlovén látogatom volt a Facebook oldalon, illetve újabb lájkolások érkeztek ezekből az országokból. Tehát ez abszolút mérhető szombaton és vasárnap is. És ott a versenyen magán, bocs, csak akkor már tényleg ilyen nagyon gyakorlatilásba lemegyünk, ott fel van iratozva az autód? Kint van rajta a neved? Ja, persze, tehát az én autóm az ugye minden szponzor logóval el van látva, a nevem rajta van, a magyar zászló rajta van több helyen is, a weboldalamnak a címe van rajta, okay, és azon egyébként van a Facebook oldalon belinkelve. Tehát nyilván, igen, meg hát, hogy az ember beüti a Google-be, gondolom, akkor az a Facebook oldalon az elég hamar kijön. Hát akkor azért van több követő, szerintem külföldről, mert egyértelműen ott látnak, és azért, hát itt is kell ezt csinálni. Reméljük, igen, hogy ez is erősödni fog az idei évben. Jó, akkor szerintem mondjuk el még azt, hogy hol érdekel téged, akár ha szponzorként keresítek, akár ha... Honnan bankszámlálatokat? Mit tett félretek, ugye van az oldalam, az a kerenyitik.com oldal, illetve van a Facebook, ugye az facebook.com/kerenyitikteam, mind a kettőn megtalálható, hogy mind a kettőt ugye használom. És egyébként pedig a King of Europe Drift oldalon, aminek 1.100.000 lájkolója van, ami azért szép szám, ugye ez az Európa bajnoki sorozatnak a lájkolói. Ott van egy úgynevezett livestream, ami egyébként nagyon gyerekcipőbe jár még, most volt az első hétvégén, és picit akadozott is az élő adás, de élőben lehet látni egy három kamera adásban a közvetítést a versenyekről. Most voltunk Ausztriába, úgy ott a kvalifikációt is megnyertem, és a versenyt is megnyertem, és holnap indulunk Olaszországba, és hétvégén már ezen a kingofeurope.net/live oldalon élőben lehet nézni majd a versenyt. Azt jelenti, csinálom, hogy küldd el ezeket nekem, és akkor én meg megosztom. Jó, rendben van. És akkor nyomjuk így. Összeírom.
Meg a suli is mondaná, a driftiskola.hu. A driftiskola.hu, igen. Ha illetve az én Facebook oldalon is kapcsolatban tudnak velem lépni. A driftiskolán belül az én kurzusom, az egy külön kurzus, tehát én nem minden alkalommal veszek ezen részt, akkor ha az ügyfél külön kéri, hogy tőlem szeretném tanulni, akkor veszik én ezeken részt. Oké. Köszi, Ádám. Most már mindent tudunk nagyjából ebben a témában. Tök jó dumáltunk, és valahogy majd folytatjuk, még nem tudom, hogy hogy megbeszéljük. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen. Sziasztok.